Szeretettel köszöntjük Önöket dr. Bácska János polgármester úrtól. A 218-21-21-es telefonszámon lehet ismét élőben kérdezni, október 15-én. Ha bármilyen másik időpontban látják a műsorunkat, akkor az az ismétlés, úgyhogy kérjük üzenetrögzítőnkre mondják rá konkrét kérdésüket, amiket a novemberi adásban majd polgármester úrnak továbbítunk. Szeretettel köszöntöm, polgármester úr. Én is mindenkit szeretettel köszöntök, jó estét kívánok. És akkor így mindjárt az adás elején hívjuk fel a nézők figyelmét egy ma esti programra, mert hogy ahogy említettem, ugye ismétlése van a műsornak, ennek a programnak viszont nincsen. Vár minket a Nemzeti címmel, a Nemzeti Színház mutatkozik be Ferencvárosban, a Rádai utca 28 szám alatt, ugye ez a hittudományi karnak, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának a dísztermében lesz. Ma este 7 órától Vidnyánszky Attila, a színház igazgatója, illetve polgármester úr is a vendégek között lesz, illetve lesznek meglepetés színészek is, úgyhogy ha valaki még elindul, akkor odaérhet a Rádai utcában. Milyen témák várhatóak egyébként ezen a ma esti programon? Igen, ez egy nagyon kellemes gesztusértékű kezdeményezés volt az új színházigazgató részéről. Vidnyánszky Attila szeretettel meghív mindenkit, akit érdekel az új nemzeti, az új koncepció, az új műsorterv, és azok, akik eljönnek, azok kedvezményesen tudnak bérlethez jutni, és személyesen is megismerkedhetnek két színésszel rajta kívül, és a színház életével, azzal, hogy mi várható a nemzetiben, és főleg azzal, ami nekünk is nagyon kedves, hogy a nemzeti nálunk, a nemzeti is otthon van, és ezért lehet találkozni velük, lehet a nemzetivel találkozni, jöjjenek el minél többen, még 7 óráig odaérnek, lehet kérdezni. És természetesen a programról beszámolunk majd itt a 9 TV-ben, illetve arról is, hogy milyen együttműködések lesznek majd Ferencváros és a Nemzeti Színház között. Múltkori adásunkban számoltunk be arról, hogy a kerületi önkormányzatok támogatására ugye idén is írt ki a főváros pályázatot. 3 pályázatot adott be Ferencváros, ebből 2 megnyert, vagyis megújulhat a Nehru part, illetve a Boldogasszony iskola nővérek kolostori kávéháza is megvalósul. A Bakástér felújítása pedig majd új forrásokat keres a kerület. Igen, a pályázati kerethez képest igen jó arányban nyertünk, hiszen több mint 10%-át a pályázati keretnek elnyertük. Ez azt jelenti, hogy a várhatónak körülbelül a kétszeresét nyertük el. Ez a Nehru part felújítására lesz elegendő, és a Bakástérnek a felújítását azt megpróbáljuk más forrásokból, kormányzati forrásokból elérni. Annál is inkább, mert azt jól tudjuk, hogy Ybl bicentenárium lesz, a híres és nevezetes tervezőépítésznek a születésének a 200. évfordulója alkalmából eleve a templomot is szeretnénk megújítani, és a templom környezetét. Ez tulajdonképpen egyszerre lenne a szép, egyszer lenne a jó. Tehát, hogy a templom és a tér is. Templom és a tér is, úgyhogy mi bízunk abban, hogy sikerül erre forrást találni. De amire már megvan a forrás, az ugye a Nehru part, hát miként fog megújulni, ugye ez is egy nagyon-nagyon régi álom, és már sokat beszélgettünk ebben a műsorban is erről. Igen, ez ugyan fővárosi kezelésben és tulajdonban van, de hát Ferencváros azt lehet mondani, hogy szívében, egyik szívében fekszik, közel a nem sokára megnyitandó bálnához, a Petőfi híd és a Szabadság híd között, a Dunaparton. Ez egy olyan tér, ahol nagyon szívesen mennek ki az emberek rekreációs célra, ahogy ezt mondják, pihenni, és közben nézhetik a budai panorámát és a Dunát. Ez a tér már eléggé part, ahogy hivatalosan szól a neve, ez eléggé leharcolt, és azt szeretnénk, hogyha a pályázat végrehajtása során az elköltött pénzből megújulna, újabb zöld felületek keletkeznének. Természetesen gondolunk azokra terekre, amik egyébként nem túl jól hasznosíthatók, hogyha valaki járt már, gondolom a nézők közül nagyon sokan jártak már a Petőfi híd alatt, hát ott volt már sok minden az elmúlt 100 évben, mondjuk, amennyire emlékszik. Minden esetre az egy nagyon cugos, húzatos és általában koszos és zsúfolt hely. Ezért is próbáltak a tervezők, szerintem nagyon jó ötletet találtak, hogy oda egy zajos tevékenységet telepítenénk, egy BMX pályát, ami
valószínűleg nem fog zavarni senkit, hiszen ott eleve zajos a közlekedés miatt minden, és a közelében pedig egy kutyafuttatót is, Budapest legnagyobb kutyafuttatóját, tehát ezzel is egy olyan igényt elégítenénk ki, amely a környéken élőknek nagyon nagy probléma, hiszen független attól, hogy vagy dacára annak, hogy ez egy belső ferencvárosi környék, elég sok kutyatartó van, elég sok kutyával, lesz végre egy olyan helyük, ahol kedvükre futkároztathatják és fáraszthatják a kutyáikat. Mikor várható majd a megvalósulása mindennek? Hogyha minden jól megy, akkor ez jövő nyáron már kész lesz, hát ugye a közbeszerzést le kell folytatni. Közben jön a tél, de minél hamarabb elkezdik, akkor nyár végére már ennek kész kell lenni. És mi a helyzet a kolostori kávéháza? Ami egy igazán izgalmas ötletnek tűnik. Ez az előző, nem említettem, de 590 millió forinthoz képest, ez egy, azt kell mondjam, hogy egy töredék összeg, mindösszesen 20 millió forintról van szó, de ez is egy olyan igényt elégíti, és egy olyan kedves programpont lehet az itt élők életében, amire érdemes időt és pénzt szánni. Na hát remélhetőleg akkor ezekről hamarosan, legkésőbb nyáron beszámolhatunk majd a Néru Park megújulásáról, de amiről már most beszámolhatunk, az az, hogy egy körzeti megbízotti irodát adtak át múlt héten a Gát utcában. Nagy öröm számunkra, hogy a sorban már a harmadik körzeti megbízotti irodát adhatjuk át Ferencvárosban, hiszen bármikor megkérdezzük az itt élőket, a ferencvárosiakat, hogy mitől éreznék jobban magukat Ferencvárosban, az első, nem meglepetés, a második és a harmadik helyen is a közbiztonságot említik. Éppen ezért a József Attila lakótelepen áprilisban adták át a Börzsöny utcai rendőrőrsöt. A Pöttyös utca 6 szám alatt és az Aszódi lakótelepen, az Aszódi utca 18-20 szám alatt pedig körzeti megbízotti iroda működik. A harmadik ilyen típusú iroda középső Ferencvárosban, a Gát utcában került kialakításra. Az iroda ünnepélyes átadóján részt vett az önkormányzati képviselők, a környék lakói és a szép számban megjelent rendőrök mellett Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Szeretném megköszönni a kerület vezetésének, polgármester úrnak, az önkormányzatnak azt az együttműködést, aminek eredményeképpen áthatottuk ezt a irodát, hiszen ők adták a helyiséget, ők újították fel, rendezték be, a budapesti rendőrfőkapitányság pedig a személyállomány biztosította, úgyhogy ez egy sikeres együttműködés. Közveti megbízotti irodaként került átadásra, de én jobban szeretem, hogyha a közbiztonsági pontnak nevezzük, hisz ide minden ügyes, bajos dologgal fordulhatnak az állampolgárok, és igyekszünk nekik segítséget adni. Ebben az irodában három fő közveti megbízott fog szolgálatot teljesíteni. Ők a három környező körzetnek a körzeti megbízottjai reggel 7 és este 20 óra között látnak el szolgálatot, saját maguknak szervezik a lakosság igényének megfelelően, így nagyban bízom abban, és azt szeretném elérni, hogy itt reggel 7 és 20 óra között fellehető legyen rendőr, de ha itt nem, akkor a környéken, hisz a feladatai csak erre a körzetre szólnak, és itt járőröznek, hogy azt gondolom megtalálhatóak lesznek. A rendőrök jelenléte és érezhetősége a területen az a közbiztonság javulását hozza, de legalábbis a szubjektív biztonságérzet növekedését. Szerencsére mind a kapitányság, mind az önkormányzat támogatásával kevesebb, mint egy év alatt megvalósult ez az új iroda. Valóban nagyon régóta elvárása az itt élőknek. Én ezúton szeretném megköszönni a türelmüket, hiszen régóta várnak rá, és nyilvánvaló, hogy ameddig a rehabilitáció el nem éri az összes házat a környezetbe, addig is valamilyen módon az itt élőknek a közbiztonságát, a biztonság érzetét javítani kell. Milyen visszajelzések érkeztek a lakosságtól eddig? Vegyes. A többsége természetesen örült annak, hogy itt egy ilyen iroda létrejön. Volt egy-két fanyalgó hang, de hát tulajdonképpen pont ő miattuk került ide ez az iroda. Nem akartuk valami kül részre, hanem pont a probléma közepére került az iroda. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt van rá a legnagyobb szükség, az itt élők vártak rá, és az itt kezdődő rehabilitáció miatt is nagyon fontos. Ahogy a helyszínre érkeztünk, és már messziről láttam a polisz meg a körzeti megbízott iroda feliratot, tényleg az jutott eszembe, ami szerintem mindenkinek, aki rosszban sántikál annak is, hogy azért ennek nagy visszatartó ereje van már önmagában a látványnak is.
Ebben reménykedünk, ebben bízunk. Biztos vagyok benne, hogy vannak, a többség nagyon örült ennek, és van egy bizonyos réteg, aki nem nagyon örült ennek a feliratnak sem, nem meg véletlenül. Az irodának sem, de ez legyen a legnagyobb bajunk. Mi annak örülünk, hogyha közbiztonságért minél többet tudunk tenni, és ez nem csak szubjektív érzés lesz az ott élők részéről, hanem megmutatkozik majd a sokkal kevesebb betörésben és más egyéb bűnben. Biztonsági zóna című műsorunkban egyébként majd bemutatjuk, hogy hogyan is dolgoznak ott az irodában, illetve a Gát utca környékén a körzeti megbízottak. Az önkormányzat adta az irodát, ugye ez elhangzott az összeállításban, a fenntartást is az önkormányzat fogja majd állni? Igen, 47 négyzetméteres irodát biztosítottunk a rendőrség részére. Ez 3,5 millió forintba került a felújítás, és bízunk benne, hogy a folyamatos nyitvatartással elérjük a célt, minél több polgár tud oda bejelentést tenni, és a preventív megelőző jellege az majd megmutatkozik az eredményekben is. Az anyagban az is elhangzott, ugye, hogy tavasszal került átadásra a Börzsöny utcai rendőrös, van már KMB iroda, körzeti megbízott iroda a Pöttyös utcában, az Aszódi úton is ez a harmadik, és aztán tervezik, hogy folytatják a sort, mert például Belső Ferencvárosban még nincsen ilyen iroda. Igen, sajnos Belső Ferencvárosnak is megvan az az épülete, ami kellő közbiztonsági kockázatot jelent, ez a Lónyai utca 26. Itt azt találtuk ki, és ezt fogjuk végrehajtani, ezt a tervet, hogy a Lónyai 26-ban is lesz egy körzeti megbízott iroda, emellett egy házmesteri állást és lakást is fogunk ott kialakítani. Ettől azt reméljük, hogy fokozódni fog a közbiztonság, és nagyobb lesz a rend ebben a nagy házban is. Beszéltünk ugye a Gát utca és környéke egy veszélyeztetett helyszín közbiztonsági szempontból, ami remélhetőleg ez a KMB iroda változtat, illetve kihelyezésre kerülnek majd kamerák is a József Attila terv keretében, de ezen túl is kerültek ki kamerák Ferencváros különböző pontjairól. Erről a múltkori adásban beszéltünk, ugye, hogy 56-ra emelkedett a kamerák száma kerületünkben. Nézői kérdés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy mely környékeken vannak ezek az új kamerák. Ezt a múltkori adásban is tettünk kísérletet, de most 56 címet felsorolni, valószínűleg, hogy eltelne az adásidő, nem fogjuk. Arra biztatom a kedves nézőket, hogy amennyiben van internet elérésük, akkor ott is meg tudják nézni. Vagy pedig ez most jutott eszembe, meg fogjuk kérni a Ferencváros újságot, hogy egy oldalt szálljanak erre, és a címlistát tegyék föl a térképpel. Esetleg és a képújságra is ki tudjuk kitenni. Így van, esetleg, de akkor már nem esetleg, hanem ez már több. A 9.tv is tud erre megoldást találni, ahol a térképen bejelölve ezeknek a kameráknak a helye. Lesz hivatalos átadás is, Pintér Sándor belügyminiszter úr adott már egy dátumot, és hivatalosan is át fogjuk ezt adni belügyminiszter úr jelenlétében. Ahogy eheti biztonsági zóna című műsorunkban erről már beszámoltunk, a rendőrség és a közterület felügyelet közös razziákat szervez Ferencváros több helyszínén is. Milyen helyszíneken lesznek ezek a razziák, és hát milyen eredményeket várnak, vagy milyen eredményei voltak eddig? Ha én most elmondanám ezeket a helyszíneket és időpontokat, akkor nem hiszem, hogy túl sok eredménnyel járnának, természetesen ezt még mi sem tudjuk. Mi és a képviselőtársaimmal tudunk segítséget nyújtani a rendőrségnek, illetve a kedves nézők is tudnak nekünk segíteni, hiszen hogyha jelzik felénk, hogy melyek azok a helyek, helyszínek, bűnözési típusok, amire különösen figyelemmel kell lenni, akkor megkönnyítik a rendőrség munkáját, hiszen akkor olyan helyre mennek ki, szúrópróbaszerűen, illetve véletlenszerűen, ahol eredménnyel is fognak járni, már ami az elfogást, tettenérést illeti. Ez heti 3 alkalommal 4 órás plusz járőrözést jelent, tehát hogyha vannak ilyen helyszínek, bűnözési formák, tipikus elkövetési módok, hogyha minél több információnk van nekünk is és a rendőrségnek is, akkor annál hatékonyabb lesz ennek a munkának a
végzése. Ezzel kapcsolatban is érkezett nézői kérdés a Viola utcából. A hölgy kérdése, hogy miért nincsenek középső Ferencvárosban gyalogos rendőr járőrök láthatóan, illetve rendszeresen. Hát például a Gát utca környékén most már vannak, hiszen a körzeti megbízott iroda dolgozói ugye a környéket is járják. Igen, hát azt kell mondjam, hogy voltak eddig is, jelenlegi rendőri létszám ennyi láthatóságra ad okot. Valószínűleg, hogy az, hogy nem találkozik a hölgy vele, az nem jelenti azt, hogy nincsenek, vannak, ezután még többször lesznek, és reméljük, hogy személyesen is fog velük találkozni, de talán nem az a fontos, hogy nap mint nap lássa őket, hanem az, hogy ténylegesen csökkenjen a bűnözés, és erre pedig komoly esély van. Még néhány kérdése van a hölgynek, a következő, hogy mi a helyzet a kapuval, amivel megígérték, hogy lezárják majd a gát sétányt. Ez nem egy egyszerű folyamat, hiszen a KST-nk, a kerületi szabályozási terv, az ezt a lezárási formát kötelezővé teszi ugyan, de ezzel egy időben egy vállalást kellene tenni a házaknak, hogy ezt mindig zárva tartják, éjjel és nappal, na ez már nehezebb. Tehát erre már nehezebben tesznek vállalást, hiszen egy közterületet zárnak le, és ennek a közterületnek a lezárása ez ütközik a castingbe. Tehát igazából ki kell találni annak a módját, hogy ezt miként lehet. Egy helyen próbálkozunk ezzel, hogy éjszakára lezárják, de reggel kinyitják, és aztán este visszazárják. Tehát éjszakára le lehet zárni, napközbenre nem. Na, ennek a gyakorlata még nem alakult ki kellőképpen, ebben kérjük a közreműködésüket, akkor lehet ezt végrehajtani, hogyha ez így működik, ahogy elmondtam. Okmányirodával kapcsolatos a következő kérdése, hogy azt írja, hogy lejárt a személye, telefonon nem kapott időpontot, internetes foglalás esetén pedig 2 hónapot kellett volna várnia, így odament személyesen 12 órára, sorszám már nem volt, így aztán átment a 8. kerületbe, ott hamar megoldódott az ügye. 2 éve ugyanezt játszották végig egy útvonal engedélyért, írja a hölgy, Ferencvárosban ezt nem lehet megszervezni jobban, szól a kérdése. Én remélem, hogy megfogják. Én fogom jelezni a körzeti járási hivatal vezetőjének. Ez már nem önkormányzati feladat. Én nagyon remélem, hogy a körzeti hivatal is fog erre megoldást találni. Mindent ellep a kutyaüdülék, ugye ez is gyakran felmerül kérdésként. A szerencsétlen lakók próbálkoznak, felszórják a ház oldalát, klórmésszel kiragaszgatják a falra, hogy ne oda vezessék a kutyákat, de mint hiába. Erre csak azt tudom mondani, megint szükség van az összefogásra. Én azt kérném kutyás polgártársainktól, hogy nagyobb fegyelmezettséggel tartsanak kutyát. Ennek az eltakarítása az ő dolguk lenne. Most abban a helyzetben, vagy helyzetekben, amikor ez nem történik meg, akkor jövünk mi, a nem kutyások, illetve az önkormányzat. Ehhez ki lehet számolni, hogy mekkora kapacitás kellene. Mi megpróbálunk most egy programot elindítani, hogy abban a 100 darab házban, ahol az önkormányzati tulajdonú lakások vannak, ott megpróbáljuk a rendszeres járda mosást, és ezt majd követendő példaként szeretnénk állítani a többi ház elé is, hogy bizony a többi ház is próbálja meg a költségvetésébe ezt beállítani, hogy heti 1-2, aztán majd elérhetnénk odaig is, hogy napi járda, mosás, takarítás beleférjen a ház életébe, akkor talán tudunk tenni valamit közös ügyeinkért. Folytassuk üzenetrögzítős nézői kérdésekkel. Jó napot kívánok, papírnőnél vagyok, a Balázs Béla 28-ből. Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy hát ez a hajléktalannal már mikor oldják meg a dolgot, mert még mindig itt van, hiába június 27-én kilapoltatták, de ugyanúgy itt maradt és beköltözött az első emelet lakásba. Beszéltem az önkormányzati lakásügyi osztályon, de azt mondták, még a bírósági végzést megkapják, addig nem tudják kitenni, hát nem tudom, mikor lesz már meg ez a bírósági végzés. Mit tudunk Papp Jenőnének válaszolni a bírósági végzéssel? Utána fogok nézni, ugyanis most már a törvény lehetőséget ad gyorsított eljárásra, ami 30 napon belüli ügyintézésnek felel meg. Tehát, hogyha ez a június 18-a
ha számítjuk, akkor bizony már ez az egy hónap eltelt. Én remélem, hogy még ezen a héten, de legkésőbb jövő héten ez megoldódik. Viola utcából érkezett a következő kérdés. Szeretném megkérdezni, hogy mikor szünteti meg itt a Viola utca 37 és a Tűzoltó utca 33 közötti tömnek ezt az aljas viselkedési műsorát. Mert itt, ami folyik, a drogtól kezdve, az éjszakai randalírozástól kezdve, bűnutogatástól kezdve, minden, ez már aki itt lakik 46 éve, annak ez elviselhetetlenné válni. Erre kérném a válaszát. Köszönöm szépen! Ez az a bizonyos temesvári tömbéről is szoktunk beszélgetni itt a műsorban. Igen, ez pontosan 6 házat jelent, ebből egyet már kiürítettünk, elkezdődött a temesvári tömbnek a felújítása is. Nem tudunk odaállítani 24 órás szolgálatba rendőröket. Én azt kérem a lakóktól, hogy ami a közterületfelügyelőink, a rendőrség valamilyen rendszertelenséggel, ezt most direkt mondom, mert hogyha rendszeres lenne, akkor kiszámítható lenne, valamilyen rendszertelenséggel, jó értelembe véve, megközelítik a környéket, de ez a viselkedésmód, amiről a kedves betelefonnál beszél, ezek általában, vagy nem általában, az esetek többségében az esti vagy éjszakai órákban folyik. Kérem, hogy telefonálják, hívják ki a rendőrséget, vagy a zöld számunkon a közterületfelügyeletet, és remélhetőleg minél hamarabb kimennek, és lesz következménye ezeknek az eseteknek. Mester utcából most az adás alatt telefonált Rózsa Lajosné. A kérdése, hogy a Tóth Kálmán és a Haller sarkán lebontották a fűtőházat. Hűtőházat, igen, akkor rosszul írták le nekem. Nőnek az ecetfák és gondozatlan emiatt a környezet, mi lesz annak a területnek a sorsa? Magánterület, felszólítottuk a tulajdonost, amennyiben nem hajtja végre a területnek a kitakarítását, akkor fizetni fog. Ebből folyt már be pénz, ezekből a büntetésekből. Egyetlen egy esetben tudunk bemenni, hogyha parlagfű is van a területen. Egyébként minden más esetben meg kell várni, amíg a tulajdonos tesz valamit a takarítás érdekében, illetve büntetni tudunk. Tehát itt szóltak már, vagy jelezték már persze. Igen, hát ez is visszatérő probléma, tehát én tudom is, hogy ebből már folyt be pénz. Ez kevés vigasz, hogy folyik be pénz, inkább rend lenne, és ne kellene büntetést kirúgni. De hát ha megunják a pénzfizetést, és rájönnek, hogy jobban járnak, ha inkább rendbe teszik. Nem polgármester úr kompetenciája lesz erre válaszolni, de felolvasom a kérdést. Lesz-e a környéken, a Mester utca környékén olcsó nagy áruház, mert nincs, és messze van ilyen olcsó áruház a környéken? Hát ez nyilván a befektetőn múlik, hogy akar-e ilyesmit. Hát igen, sajnos ugye relatív, hogy kinek mi az olcsó, és milyen olcsó áruházra van szükségünk. Nyilván a Mester utcában van egy-két olyan multicégnek a kisebb-nagyobb üzlete áruháza, aminek elvileg elég olcsónak kéne lenni. Igazából ezt nehéz meghatározni, hogy ki és milyen módon tudna még ennél is olcsóbban árulni bármilyen terméket. Következő kérdés, hogy nincsen pad sem a Tóth Kálmán utcában, sem a Mester utcában. Emlékszem, hogy erre vonatkozóan volt már korábban is kérdés, hogy jó lenne ott a Mester utcában, főleg a szakrendelő környékén, hogyha lennének padok. Erre vonatkozóan mit tud tenni az önkormányzat? Már tudott tenni, egyrészt írtunk a főváros önkormányzatnak, hiszen az ő engedélyük nélkül ezt nem tudjuk, ezeket a padokat letenni. A padoknak a beszerzését is vállaltuk, és kitelepítését várjuk az engedélyt, hogy hozzájárulnak, hiszen Mester utca az fővárosi tulajdon, az ő engedélyek nélkül nem merjük letenni. Hát nyilván egyik hivatal, a másik hivatalra nem fog bajuszt kötni. És a fővárossal meg tudjuk, hogy azért türelmesnek kell lennie, hiszen nyilván ott is, amíg ezek a kérések átfutnak. A hölgy utolsó kérdés az 51-es villamosra vonatkozik, ami ugye a Mester utcában jár. Az idősek nem tudnak felszállni, mert hogy nagyon magas valóban a lépcsője. Miért nem járnak ezen a vonalon korszerűbb villamosok? Így szól a kérdés. Ezt is tovább fogjuk adni a BKK-nak, fővárosi cég. Meg tudják-e oldani, hogy a
az NDK-s, vagy hát a használt beszerzésből származó villamosok helyett tudnak-e alacsony lépcsős villamos biztosítani erre az útvonalra? Üzenetrögzítős nézői kérdéssel folytatjuk. Jó napot kívánok! Drége utca 5-ből Berdó Lajosné vagyok. Én szeretném feltenni a polgármester úrnak azt a kérdést, hogy az 1994-ben hozott 29-es számú önkormányzati rendelet életben van-e még, a lakóházakat 22 órától 5 óráig zárva kötelesek tartani. A mi házunkban a Drége utca 5 alatt éjjel-nappal nyitva van a kapu, éjjel is járkálnak, nem lehet este a folyosóra kimenni. Most a kaput megcsinálták, de úgy, hogy senki nem ellenőrzi, hogy hogy van megcsinálva, mert ugyanúgy csapkodják, és zárni nem lehet. Nagyon megköszönném a választ. Köszönöm. Érvényben van ez a bizonyos rendelet? Hát ezt többször módosították már, ez tulajdonképpen egy házi rend helyett született ez a rendelet, még abban az időben, amikor még mind a 32 ezer Ferencvárosi Lakás önkormányzati régebbi nevén tanácsi lakás volt. Utána a lakástörvény megengedte ugye a privatizációt, a lakások megvásárlását, azoknak egy részének a megvásárlását, egy részét megvásárolták, társasházzá alakult a zöme ferencvárosi házaknak, és ezekben, ahol társasház van, ott már nem az önkormányzat felel ezeknek a kapujáért sem és a kapuzárért sem, hanem adott esetben a lakóház, a társasház maga. Tehát ahol nem működik a kapuzár, ott a társasháznak kell meghozni a megfelelő szabályzókat, törvényeket, hogy hogy lehet ezt elérni, de ők is ugyanabban az akadályba fognak ütközni, mint ahogy mi is a mi saját önkormányzati fenntartású házainkban, hogy sziszifuszi a küzdelem. Tehát, hogyha egyszer azt szeretné legalább egy lakó, hogy kulcs nélkül be tudja jutni, akkor az mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez az ár elromoljon a lehető leghamarabb. Folytatni kell a küzdelmet, hogy hát ha egyszer megjavulunk mindannyian annyira, hogy nem fogjuk tönkretenni a kapuzárat, és nem lesz értelmetlen megjavítani és kicserélni. De akkor ezek szerint a közös képviselővel kell ezt a kérést egyeztetni? Ebben a konkrét esetben a közös képviselővel, mert ez már társasház, tehát ott saját maguknak kell megoldani, igen. Van egy élő nézői kérdésünk is. Jó estét kívánok, kit köszönhetünk a vonal másik végén. Haló? Haló, haló, jó estét kívánok! Én hallok valakit a vonal másik végén, de ő nem biztos, hogy minket. Akkor megpróbáljuk, később addig Pap Jenőné kérdését továbbítom, aki a Balázs Béla utca 28/B-ből kérdezi, hogy mikor lesz a ház lebontva, vagy mi lesz ennek a háznak a sorsa. Igen, nagyon aktív a hölgy, ez már a második kérdés a ma esti műsorban. Megint csak azt tudom elmondani, amit nagyon sokszor elmondtam, hogy amikor nem lesz már ennél a háznál rosszabb műszaki állapotú ház, ebben sajnos benne van az a válasz is, hogy van még Ferencvárosban ennél rosszabb műszaki állapotú ház, például a József Attila tervben szereplő 5 ház, amelynek a felújítása éppen most folyik, ezek még a Gát utca 28/B-nél is sokkal rosszabb állapotban volt. Balázs Béla 28/B-nél is rosszabb állapotban voltak. Bízni kell abban, hogy találunk pályázati pénzt, illetve saját forrást, hogy erre a házra is sor kerüljön. Tudom, hogy ez nem vigas sosem, de csak itt a rehabilitációs területen még 35 darab ilyen vagy hasonló sorsú ház van, és a rehabilitációs területen kívül még 40. Visszahívták közbe kollégáink az iménti telefonálót, úgyhogy remélhetőleg most sikerül vele beszélni. Jó estét kívánok, kit köszönhetünk? Tartson. Már itt is vagyunk, nem is kell tartania, mert már adásban van. Jó estét kívánok. Kicsit távolabb kellene menni a televíziótól, vagy lehalkítani, és akkor nem lesz ez a gerjedő hang, és közben már várjuk is a kérdését. Halló, halló. Akkor megkérjük kollégáinkat, hogy írják le a telefonáló kérdését, és akkor majd én továbbítom azt polgármester úrnak, addig pedig folytassuk üzenetrögzítős kérdéssel. Jó napot kívánok, a Márton utca 13-ból telefonálok. Velünk szemben a Márton utca 10-ben lévő építkezés kapcsolatos tarthatatlan állapotokról szeretnénk beszámolni. Hónapok óta nem takarítanak, a
törmelék, a sít összegyűjtve egy konténerben van, amit nem visznek el, és attól félünk, hogy esetleg rovarok, patkányok jöhetnek át a házba. De a másik, még ennél is tarthatatlan probléma, ez a folyamatos kutyaugatás, kutyavonyítás. A gazdája gyakorlatilag előfordult sok alkalommal, hogy órákra bezárta, a kutya itt ugat, vonyikol. Ebben kérnünk tisztelettel a polgármester úr segítségét. Mi a helyzet ezzel az építkezéssel? Fel fogjuk szólítani a kivitelezőt, hogy állítsa helyre a rendet, tehát vitesse el a szemetet, mint ahogy ez a szomszédházakban ez meg is történt, és szépen fel lettek újítva. Ez neki kötelessége, tehát a közszeret felügyelőink holnap ki fognak menni, és ezt meg fogják tenni. És a zavaró kutyaugatással mit tud tenni, vagy ellene mit tud, tud-e valamit tenni az önkormányzat? Hát ez tipikusan a tettenérés esete, tehát amikor bezárják a szerencsétlen állatot, lelketlen gazdája, akkor kell egy telefont megereszteni, vagy az önkormányzatnak, vagy a zöld számon, vagy pedig a közszeret felügyeletet felhívni, de a rendőrségnek is van ilyenkor lehetősége jegyzőkönyvet felvenni és feljelentést tenni. Ez a bizonyos zöld szám egyébként a képújságunkon is folyamatosan olvasható, úgyhogy aki esetleg nem tudja, ott megtalálja. Gál Tiborni a Mátyás utca 11-ből kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a Csarnok téren fordítva tették le a padokat, háttal a forgalomnak, a Dunának, illetve hát a napnak is. Miért vették át így a teret, szól a kérdése. Át kellett vegyük, mert a tervben így volt engedélyeztetve. Természetesen ez nem egy olyan változás, amin nem lehetne változtatni. Sajnos a bürokrácia az ilyen hosszú. Mi már jeleztük ezt a problémát, várjuk mi is a megoldást, hogy egyrészt, hogy engedélyezzék a változtatást, másrészt, hogy legyen olyan, aki ezt kivitelezi. De természetesen, hogyha az engedély megvan rá, akkor a FESZOFA ezt meg fogja csinálni, ezt a pad megfordítást. Tehát folyamatban van, csak folyamatban van, és a felvetés az teljesen jogos, tehát valóban ezt illet van észrevenni vigyázó szemeknek, hogy ezek a padoknak a funkciója pontosan ez, hogy amit elmondott a betelefonál is, hogy sütkérezzünk, ne a falat nézzük, hanem a teret, vagy a Dunát, igen. Újabb üzenetrögzítős kérdés következik. Jó estét kívánok! Balázs Tamásné vagyok, a József Attila lakótelepről, a Pöttyes utcából. Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól. Nekünk itt lakóknak problémánk van a parkolással, tudnélik. Reggel 5 órakor beállnak a vidékiek, és mi itt lakók, akiknek kocsijuk van, egyszerűen nem tudunk hol parkolni. Miért nem vezetik be a fizető parkolást? Nagyon szépen megkérném a polgármester urat, hogy vegye figyelembe a kérésünket, mert nem csupán a saját nevemben beszélek, hanem többet magunkéval. Erre legyen valamilyen megoldás minél előbb, mert ha nem jól parkolunk, ugye, mert a kocsit azért szeretnék látni, akkor jön a 10 000 forintos büntetés. Köszönöm szépen! József Attila lakótelep és parkolási gondok, erről is már többször beszélgettünk itt a műsorban. Most milyen megoldás közeli állapotban van az önkormányzat? Majdnem egy évvel ezelőtt egy lakossági fórumon erről részletesen beszéltünk, és jól láthatóan az eset, ez egy elég eklatáns példa arra, amikor az ott élők kérik kifejezetten a fizetős parkolást, és ebből is látszik, hogy a fizetős parkolásnak milyen pozitív hatásai tudnak lenni, hiszen szabályozzák a forgalmat, és védik az ott élőket, tehát azokat, akik otthon szeretnének biztonsággal parkolni. Erre is azt mondom, hogy az ügy folyamatban van. Ennek a parkolási módnak a kialakítása sem olyan egyszerű, hiszen a fővárostól engedélyt kell kérnünk, fővárosi rendelet szabályozza a parkolási övezeteknek a bővítését, tehát egyrészt az engedélyre várunk, hogy ezt megengedjék, másrészt a kivitelezése sem egyszerű, hiszen hogyha órákat telepítünk, az nagyon nagy költség, és talán, hát nem azt mondom, hogy nem megtérülős, de nagyon soká megtérülő folyamat. Másfajta ellenőrzéses parkolási rendszernek a meghonosítása az pedig az egy érdekes kérdés. Jegyrendszer, hol lehessen árusítani a parkolójegyet, hogy megfelelően módon elérhető legyen.
és utána az ellenőrzés is egy komoly költség, hiszen akkor ott parkolóőrnek vagy közterületfelügyelőnek mindenképpen kell lenni, aki tudja ellenőrizni, hogy jogosult-e a parkolásra az a valaki vagy nem. Természetesen a ferencvárosiak, az ott élők, azok ingyenesen fognak tudni parkolni a mostani szisztéma szerint, tehát aki ferencvárosi, az őneki nem kell fizetni. Tehát akkor még keresik igazából azt a fajta megoldást a parkolás bevezetésére, ami a legcélra vezető. Igen, igazából az engedélyre várunk, megoldás. És a költségkímélő megoldást keressük, mert sajnos ezt már megtervezték, föl is rajzoltuk, hogy körülbelül mi ez a távolság, mert nem a teljes lakótelepről beszélünk, hanem csak egy olyan távolságig, ahonnan még érdemes gyalog elmenni a metróig, mert abban az esetben hagyják ott az autóikat hát vagy a vidékiek, vagy a külvárosokból érkezők. Tehát a költségkímélő megoldást keressük. Természetesen valakinek van jó ötlete, arra vevők vagyunk. A parkolóra az egy drága megoldás. Újabb üzenetrögzítős nézői kérdés következik. Kívánok, én a színes kutatóval kapcsolatban szeretnék egy pár kérdést föltenni. A 9 évben takarítok, és megfenyegettek még ez a színes kuka véget, elveszik a munkánkat, mert nem az időben viszik el, mint a szemeteket. Tehát csütörtökön nincs is munkaidő egy takarítónak, és nagyon sokan vidékre járnak be, csak azért a színes kukákat kihúzzák, meg behúzzák. Nagyon szívesen húzzuk a kukákat, de abban az időben, amikor a szemetet viszik. Észre szerd a péntek korán reggel. Az a baj, hogy valahol csütörtökön viszik, van, ahol péntek reggel viszik. És ez nem egyetlen össze a munkaviszonyunkkal. Színes kukák mennyire az önkormányzat kompetenciája? Egyáltalán nem, hiszen ez a fővárosi házanketti szelektív gyűjtésnek a része. Tehát ebben nem nagyon tudunk beleszólni, természetesen jelezni fogjuk a problémát a fővárosnak. Ezeknek a színes kukáknak a szervezet elvitele, ez nem egy könnyű logisztikai feladat. Reméljük, hogy találnak rá olyan megoldást, hogy összhangban legyen az ottani takarítással, bár ugye, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy hány háznak a éppen aktuális takarítás idejével kell ezt összhangba hozni, én eléggé szkeptikus vagyok, nem hiszem, hogy lesz egy olyan stabil 2 vagy 3 nap, ami egybe fog esni minden háznak a takarításával, tehát biztos, hogy lesz olyan, amikor nem találkozik ez a két időpont, tehát szerintem ennek nincs megoldása. Tehát de megpróbáljuk. Ugyanúgy, mint már több esetben is, tehát ez fővárosi kompetencia, az önkormányzat azt tudja tenni, hogy továbbítja ezt a kérdést. Még egy üzenetrögzítős kérdésünk van. Üdvözlöm a polgármesterünk urat is, és szeretném kérdezni tőle egy dolgot. November 1-től, aki közmunkás, azt letették 6 órába, és kevesebb bére. Így is kevés volt az emberek bére, és most 6 órába fognak dolgozni 37.000 forintért. Eddig se tudtunk nagyon, és ezután meg teljesen kilátástalan a helyzetünk. Mi lélekpontos lakások vagyunk, ami azt jelenti, hogy július 31-én kaptunk egy szociális bérlakást fél éven keresztül. A párom is közmunkás, és rettenetesen el vagyunk keseredve, mert nem fogjuk tudni kifizetni. Nagyon-nagyon kérem szépen, hogy válaszoljanak erre. Köszönöm. Ezek a lélekpont lakások, azok, amikről már mi is beszámoltunk, hogy azok a hajléktalan emberek, akik a Ferencvárosi Közfoglalkoztatási Programba, FESZOFE programjában részt vettek, és már van egy kis félretett pénzük, ők ugye kaptak lakást is, hogy kikerüljenek ebből a helyzetből, tehát hogy munka után lakhatás is legyen, tehát a telefonáló egy ilyen lakásban él. Panasza, ahogy hallhattuk, hogy tart attól, hogy november 1-től a lecsökkent összegből hogy fognak tudni megélni. Igen, erre nagyon őszinte választ fogok tudni adni, én sem tudom, hiszen ez is egy olyan próbálkozás volt, amivel úgymond a kezdéshez tudtuk, vagy szerettük volna hozzá juttatni őket, hiszen hogyha a belegondolunk, a lakást is mi adjuk, és azt a közmunkát is, amiből ezt a lakást fent tudják tartani. Tehát tulajdonképpen teljesen önkormányzati, illetve kormány támogatásból folyik ez. Ennek van egy összege, egy kerete, egyelőre eddig ér a takarónk, hogy így mondjam. Mi is gondolkozunk azon, én igazából azt nem tartom jó megoldásnak, mondhatni azt, hogy lelketlen megoldásnak, és hogy fél év után kitegyük őket ebből a lakásból.
Tehát azt én hajlok afelé, tehát ez képviselőtestületi döntés kell, hogy a lakásokban maradhassanak, viszont azt már önkormányzati forrásból nehezebben fogjuk tudni megoldani, hogy a fenntartáshoz is az önkormányzat járuljon hozzá, tehát az meghaladja a mi erőnket. Közfoglalkoztatással kapcsolatban van jó hír is, november 1-től 700 fő közfoglalkoztatását végzi majd a FESZOFE, ebből 300 fő hajléktalan ember lesz, tehát arról már beszéltünk, hogy a FESZOFE az egyik legnagyobb, vagy sőt mondhatjuk, hogy az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztatója, és egyébként ez a szám ez még növekedhet is további pályázati forrásoknak köszönhetően. Igen, tulajdonképpen ennek olyan értelemben haszonélvezői vagyunk, ferencvárosiak, hogy a sok közmunkás sok közmunkát tud elvégezni, ez javarészben közterületi takarítás, parkoknak a rendbetétele. Tehát tisztább lesz Ferencváros. Tisztább lesz és zöldebb lesz Ferencváros. Tehát ennek igazából örülni kell, és annak is örülni kell, hogy addig is ezek a hajléktalan emberek nem a többieket hát zaklatják, és valamennyire hasznára vannak a társadalomnak, és saját maguk számára is egy olyan jövedelem biztosítódik, amivel van esélyük a kilábalása, van esélyük ebből a létből kitörni, hiszen hogyha rendszeres munkájuk és rendszeres jövedelmük van, akkor talán könnyebb a visszatalálás, a visszatérés a normális élethez. Arra kérem, polgármester úr, hogy a legutóbbi október 3-ai testületi ülésről beszéljünk most nagyon röviden. Szerepelt a napirendek között a költségvetés módosítás, erről már többször beszéltünk, ugye évközben minden önkormányzat többször módosítja a költségvetést a bevételek, kiadások függvényében. A mostani módosításnak mik esetlegesen a fontosabb elemei? A fontosabb elemek, ezek kötelező változtatások nagy részben, hiszen a központi források mennyisége az változhat, rendszerint és jó esetben növekszik, ez ilyen 10% körüli növekedés szokott jelenteni. Ezeknek az elköltéséről szoktunk ilyenkor dönteni. Persze vannak olyan sorok, vannak olyan feladatformák, ahol csökken, akkor itt gondoskodni kell a pótlásáról, hiszen ezek kötelező feladatok legtöbb esetben, és vannak olyan lehetőségeink, amikor a plusz forrásokat önként vállalt feladatokra is el tudjuk költeni. Ez a kellemesebb része. Ez következik majd most a két forduló között, hogy mi az, amire több pénz, vagy egyáltalán mi az, amire egyáltalán pénzt szeretnénk fordítani az év hátralévő részében a keletkezett, az úgymond keletkezett pénzből. Ugye első fordulóban tárgyalták a költségvetés, lesz majd ennek egy második fordulója, amikor elfogadják, úgyhogy ez esetben majd visszatérünk a témához. Rendelet a közterületen való szeszes italfogyasztásról, erről beszéljünk még nagyon röviden, hogy ez a rendelet mit tartalmaz, a lakosságot ez milyen szempontból érinti. Remélem, hogy pozitívan fogja érinteni, hiszen végre az Alkotmánybíróság elég súlyos és az önkormányzatokat hátrányos helyzetbe hozó döntése, ugye a tiltott közösségellenes magatartások büntethetőségéről szóló rendeleteinket el kellett törölni az Alkotmánybíróság ide vonatkozó ítélete miatt, és most újra lehetőség nyílt az országgyűlés törvénymódosítása által, hogy a közterületi italfogyasztást szankcionálni lehessen. Ez mindazoknak örömet jelent, akiknek a közelében bármilyen hát közért, ahogy még annak idején mondtuk, tehát olyan bolt van, ahol szeszes italt árusítanak, hogy az ott megvásárolt alkoholt ne az utcán fogyasszák el, és annak minden következményével együtt. Beruházási engedély okirat Gát utca 20, Lenhossék utca 7-9, ez is szerepelt a napirendek között, hát gondolom, hogy ez a József Attila tervvel függ össze. Igen, a József Attila tervnek a három utolsó, így mondjam, tehát a három házának a beruházási engedély okiratának a jóváhagyása, ez azt jelenti, hogy most már látjuk, hogy milyen lesz, körülbelül mennyibe fog kerülni, elindítható a közbeszerzés, és hogyha a közbeszerzésen megvan a nyertes, akkor elindítható az átépítés, az újjáépítés, a lakók kiürítése az tulajdonképpen befejeződött, mármint a házak kiürítése, tehát a lakóknak
a kitelepítése. Azt nem kérdezem, hogy mikor kezdődik el a felújítás, mert tudjuk, hogy a közbeszerzési pályázatoknál az mindig kérdéses, hogy mikor tud lezárulni, de a terv szerint mi szerepel? Ugye most a Gáta utca 3-5-ről tudok beszámolni, ott augusztus 15-e volt a határidő, pontosan 2 hónapot csúsztunk. Hétfőn, tehát tegnap került átadásra a Gáta utca 3-5, tehát felvonult a kivitelező. Én remélem, hogy elkezdődik a munka, pontosan már elkezdődött, hogyha most bárki oda megy, akkor már láthatja, hogy Serényen tevékenykednek. Igazából a 3 másiknál tavaszi határidők vannak, ennél pontosabbat nem is mondok, mert hát ugye minden akkor fog eldőlni, de ha minden jól megy, akkor nyáron már ott is munkák folynak majd. És ha minden jól megy, akkor nem olyan sokára majd az átadókra is mehetünk, ahogyan nem egészen egy éven belül elkészül a Ferencváros új stadionja is, úgyhogy nem sokára majd arról az átadóról is beszámolhatunk. Most azonban arról számolunk be, hogy hogyan is épül a létesítmény, amit bárki nyomon követhet az új látogatóközpontból. A hét minden napján nyitva tartunk egy látogatóközpontot az Üllői út Könyves Kálmán sarkon, és várunk mindenkit, akik érdekel a Fradi stadion építése. Egy látogatóközpontban bemutatjuk a Fradi múltját, egy kis Fradi múzeum és a Fradi jövőjét, az épülő stadiont, milyen lesz, mi mindent tud, és hétvégenként minden nap meg lehet tekinteni egy stadion túra keretében az építkezést is. Ugye itt épül mögöttünk a stadion, mindjárt kész, de azért még sokáig izgalmas látványt kínál. A látogatóközpont emeletén különféle játékokat próbálhatunk ki. Többek között biciklivel virtuálisan bejárhatjuk az építkezés helyszíneit, csocsózhatunk. Az új Ferencváros stadiont maketten, illetve 3D-s filmen is láthatjuk. A földszinten pedig a Fradi Múzeum és SOP került kialakításra. A látogatóközpont átadóján Fürjes Balázs után dr. Bácskai János polgármester, majd Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Tornaklub elnöke köszöntötte a megjelenteket. Nekünk fradistáknak egy dolog fontos, fontos maga a hely, az Üllői út 129, és most mi ide visszatértünk. Nagyon rövid időre hagytuk el csak a Ferencváros. Visszahívtuk ide a múltunkat, itt van a múzeumunk, a múzeumban a legszebb emlékeink vannak a sikereinkről. Aztán ezt ki fogjuk bővíteni a stadionban levő új múzeummal, de azért mégiscsak ide visszahoztunk a múltunknak a szíve közepét, és itt van a jövőnk is, az épülő stadion. Nap mint nap, amikor erre járunk, mindig elcsodálkozunk, hogy milyen óriási ütemben változik, épül a Fradi stadion, gondolom ezt sokan mondják önöknek. Igen, ez nap mint nap előfordul velünk. Általában a kivitelezésnek az adottsága, hogy a szerkezetépítés az látványosabb, és utána a befejező munkálatok azok már nem fognak annyira látszadni, és a másik része pedig az, hogy valóban megpörgetjük az elejét, tehát elkészítettünk egy ütemtervet, ami úgy készült el, hogy legyen idő a befejező munkálatokra, és a nem várt események is kezelhetőek legyenek a szerződött határidőn belül. Most éppen milyen szakaszban tart a stadionnak az építése? Szerkezet építésnek mondhatni a derekánál tartunk. Erőletet vasbeton szerkezet az durván olyan 80-70, mint látják is, olyan 70-80%-os, illetve a fejépületnek a monolit vasbeton szerkezete az szintén olyan 70-70%-os. Mi lesz az a helyszín, ahol most beszélgetünk? Tehát ez például melyik szektor? Ez a vendégszektor. Ez a vendégszektor lesz. Abban biztos vagyok, hogy a legfontosabb részét azt felismerték akkor a stadionnak, ugye az a focipálya, ahol mi most tele van egyelőre pakolva. Zöld gyepet oda képzeljük. Akkor pontosan velünk szemben van a B-szektornak a helye, és a bal kézre az a irodaháznak látszó rész, az pedig valóban egy irodaházszerű fejépület, ahol a mélygarázs van, illetve a kiszolgáló szintek, illetve a második, harmadik, negyedik emeleten pedig egy VIP szurkolóknak kialakított rész van. Maga a zöld gyep egyébként várható, amikor kerül majd ide? Zöld gyep előtt még sok mindent meg kell csinálnunk. Ez évben ugye be kell fejeznünk a komplet szerkezetépítést, aminek a kiszolgálása a pályáról történik. Ez évben várhatóan eltűnnek a pályáról a szerkezetépítéshez szükséges anyagok. Jövő évben elkészítjük a földmunkáját, és a tavasz, ahogy engedi, akkor egyből a füvesítéssel fogunk kezdeni. Tehát várhatóan mostani ütemezés szerint áprilisban fognak megjönni a kertészek Angliából. De eddig kevésbé izgatott a foci, most egyre érdeklődőbb vagyok, és egyre több Ferencváros meccsen kint vagyok, sőt,
most már előfordult, hogy vidékre is elmászkálok tradi meccsekre. És ilyen óhatatlan, hogy belecsöppen ebbe a nem is tudom mi, de meccs szeretetbe, vagy foci szeretetbe. De nem csak én, hanem ez mindenkivel ugyanígy van. És szerintem a stadion építési szeretetbe is mindenki, aki ott van, mert hogy tényleg óriási élmény. Ez tipikusan szerintem olyan dolog, amit majd az unokáinak is mesélni fog az ember. És hát akár a látogató központból is, ugye, ahogy említettük, bárki részesülhet ebben az élményben, illetve a szervezett túrákon is, amelyek közül lesz olyan, amit polgármester úr fog vezetni. Igen, most már annyiszor végigmentem az építkezésen, hogy bátran merek vállalni egy ilyen idegen vezetést, és tényleg nagyon nagy élmény, hiszen ha a régi fradista focistákkal beszélünk, akkor mindenki a falelátosról beszél, ha nem annyira régi, hanem csak a Rákosi, Szűcs, Páncsics, sorolhatnám a neveket, korszakból való, akkor a most lebontott, úgymond modernebb stadionról beszél, és bizony az unokáink erről fognak beszélni remélhetőleg, hiszen ez Európa legmodernebb futballstadionja lesz, egy aréna, egy küzdőtér, hihetetlen hangulattal, ez már most látszik a méreteiből, az arányaiból, úgyhogy nagyon izgalmas már most is részt venni és megnézni a szerkezeti elemeket látva, hiszen ezek majd belesznek burkolva, elrejtenek egy csomó mindent a szemek elől, tehát érdemes megnézni, hogy milyen belülről. Kinézte már, hogy hol fog ülni polgármester úr, mert erről múltkor már mesélt, hogy nem a VIP szektorban szokott lenni, hanem ott mindenkivel közösen együtt, mert úgy élmény a futballt nézni. Hát az előző stadionban igen, de a mostani VIP szektor, vagy VIP helyek, azok nagyon modernek és nagyon szuperek lesznek, és szabad kilátással, tehát azért vonzó az is, de természetesen a meccs hangulatát azt majd a küzdőtérről lehet nézni, tehát a többiekkel együtt. Sport után pedig most kultúra, idén is fiatalokkal és idősekkel közösen ünnepeltük az idősbarát önkormányzat díjat elnyert Ferencvárosban az idősek és zene világnapját. A teljesség felé idősügyi koncepció 2012-ben indult el kerületünkben az idősek és zene világnapjának nagy sikerű közös ünnepével. Ez alatt az egy év alatt a koncepció keretein belül író-olvasó találkozókat, koncerteket, színházi előadásokat, filmklubokat, helytörténeti sétákat és vetélkedőket szerveztek. Népszerűek a természetjáró túrák, a bűnmegelőzési előadások és főleg az egészségprevenciós programok, orvosi előadások, konzultációk, a gyógytorna, a vízitorna és a különböző egészségügyi szűrések. A 9.tv TV-ben pedig időseknek szóló műsorral is jelentkezünk két hetente. A teljesség felé. Magazin idősebbeknek. Mindezeknek köszönhetően mindössze egy évvel a koncepció elindulása után Ferencváros elnyerte az idősbarát önkormányzat díjat, amit dr. Bácskai János polgármester vett át a parlamentben tartott ünnepségen. Az idei idősek és zene világnapjának ünnepe pedig már a tavalyi sikerek után egy hetesre bővült. Megyünk holnap a egészségvizsgálatra, szerdán megyünk azra a város nézésre, ami a csarnoktól megy, mindenre ott vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyi sok szépet kapunk. Szerintem egy kerületben se kapunk ennyi gondoskodást, mint a 9. kerülettől. Szeptember 26-ával indultunk, és október 2-án volt az utolsó esemény ennek keretében. Nagyon-nagyon színes volt, én azt gondolom, a tavalyi naphoz képest is, hiszen voltak benne komoly zenei koncertek, ebből bőven. Azon kívül a Turaida Színház előadásában láthattunk egy nagyon népszerű és teltházas zenés vígjátékot. Szüreti mulatság főzőversennyel egybekötve, ami egy teljesen új szín a tavalyihoz képest. És hát idősekről van szó, természetesen próbáltunk másképp is kedveskedni nekik, ezért a József Attila lakótelepen egészségnapot szerveztünk a részükre. Azt kell, hogy mondjam, hogy az idősügyi programokon belül ez az egészségnap volt a legsikeresebb, a leglátogatottabb az egészségnapok között. A gyerekeknek is célirányosan voltak, hiszen ugye idősek és zenevilágnapja,
köré csoportosultak ezek az események, tehát volt kifejezetten nekik szóló hangszerbemutató is. És amit még megemlítenék, és nagyon népszerű szokott lenni, és most is nagyon népszerű volt a helytörténeti séta. Nem ferencvárosi vagyok, hanem palotai, csak a unokanővérem, és annyira kedvesek, kellemes, olyan, és nagyon jó műsorok vannak, úgyhogy én szerintem nagyon jó, és én is beszoktam jönni ezért. Zenés programokat szeretek, és én csak most költöztem Ferencvárosban, Kanadából visszaköltöztem, és nagyon kellemes, hogy itt is vannak öregeknek szórakozó lehetőségek. És természetesen idén is volt közös éneklés a Bakás téren, mindezekről részletesen beszámolunk a heti Kultnegyed című műsorunkban, és hát azért egy picit beszéljünk az idős barát díjátadóról is, mert ez valóban nagy dolog, hogy egy év után már elnyerte ezt a címet Ferencváros, és hát valóban rangos ez az elismerés, nagyon sokan jelentkeztek, nyújtottak be pályázatot, de mindössze csak 13-an kapták meg, 13 önkormányzat. Igen, ez mindazonáltal a kollégáimnak a dicsérete és azoknak a szépkorúaké, azok a ferencvárosiaké, akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, elmennek ezekre a programokra, hiszen ő nélkülük hiányukban nem lenne értelme ennek a sok szép és értelmes programnak. Én azt kérem tőlük, hogy ahogy a újságban is megjelent, és ahogy minél több helyen próbáljuk propagálni ezt, menjenek el, keressenek, minden nap fognak találni valami értelmes és érdekes programot, ami jóvá teszi és kellemessé teszi az életet itt Ferencvárosban. És ezekről természetesen a 9.tv-ben is rendszeresen beszámolunk, illetve akár képújságunkon fel is hívjuk az önök figyelmét. Adásunk vége fele még a Márton utcából érkezett néhány kérdés. A hölgy kérdése, hogy a Márton utca 33-nál volt egy kerítés, amit mindig ledöntenek, és ezzel senki sem foglalkozik. Mi a helyzet ezzel a kerítéssel? Próbálunk a kerítésekkel foglalkozni, megint ugyanarról van szó, hogy a tulajdonost felszólítjuk, hogy állítsa vissza a kerítést, ha ezt nem teszi meg, akkor mi próbáljuk pótolni a kerítést, ugyanúgy, mint a Viola 29-nél. A mi erőforrásaink is korlátozottak, és hát próbáljuk majd behajtani a költségeit a tulajdonoson, igyekszünk. Márton utca 28-nál tele van a terület parlagfűvel, itt ilyenkor ugye azért tud lépni az önkormányzat parlagfű esetén. Hát amennyiben az tényleg parlagfű, ki fogjuk küldeni a kollégákat, de szerintem az lenne, már észrevették volna, de meg fogjuk nézni. És a Márton utca 35/A-val szemben 5 éve van egy daru, veszélyes, írja a hölgy, miért nem viszik ezt el onnét? Hát ha volna ilyen kapacitásunk, nem tudjuk elvinni természetesen, a tulajdonost felszólíthatjuk, ezt meg fogjuk tenni, de erre nincsen mód. Köszönjük, polgármester úr, hogy a sok-sok nézői kérdése válaszolt, és itt volt október 15-én is élőben, és természetesen várjuk az ismétlések során is a kérdéseket, 218-21-21-es a telefonszámunk, ezeket a kérdéseket, amik a jövőben érkeznek, pedig november 19-én fogjuk feltenni polgármester úrnak, tehát akkor jelentkezünk legközelebb élő adással, várjuk akkor is önt szeretettel, és köszönjük még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a kérdéseket. Viszontlátásra!